erősítik a vállalkozói szemléletet, a Primom Alapítvány ad helyet a Vállalkozás Fejlesztési Tanácsadó Irodának, Széchenyi kártyát is forgalmaznak majd. Diploma akár 2 év alatt együttműködési megállapodást írta alá a Nyíregyházi Egyetem és a Nagykálói Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium. Acélkocka, még lehet jelentkezni a Magyar Honvédség 10 hónapig tartó altiszt képző programjára. A vármegyei mikro-, kis- és középvállalkozások segítését célozza meg az az együttműködési megállapodás, amit a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége írt alá a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzattal, Nyíregyháza önkormányzatával, a vármegyei kormányhivatallal és a Primom alapítvánnyal. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A kidolgozott rendszerrel különböző rendezvényeket terveznek megvalósítani adózási, jogi, tanácsadási, hitel és pályázati témakörökben. A programban megnyitották a Vállalkozás Fejlesztési és Tanácsadó Irodát, amely hamarosan a Széchenyi kártyák forgalmazását is megkezdi. Formálisan már márciusban létrejött az az 5 oldalú együttműködési megállapodás, amely célja, hogy elősegítse a vármegye gazdaság és vállalkozás fejlesztését, valamint az új munkahelyek létrehozását. A megállapodást a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzat, Nyíregyháza Önkormányzata, a Vármegyei Kormányhivatal, valamint a Primom Alapítvány között jött létre. A szerdán tartott sajtótájékoztatón kiemelték az együttműködés egyik fontos eredményét, a nagy igényre való tekintettel a Primom Alapítvány elkezdi a Széchenyi kártya forgalmazását. A Széchenyi kártya forgalmazása az a Primom keretében történik, és a Vállalkozásfejlesztési Iroda az közvetlenül a VOSZ központhoz tartozik, de itt a Primomnál kapott az is helyet. A Széchenyi kártya keretében a már jól ismert hitelformákat tudjuk biztosítani a vállalkozóknak. Azért döntöttünk amellett, hogy nyitunk itt is egy irodát, mert igen nagy az igény a Széchenyi kártyára, és még jogosult, vagy van lehetőség arra, hogy még egy iroda működhessen. Terveinkben van még esetleg más iroda megnyitása is a vállalkozók hitel ellátásának érdekében. Itt 3 nagy csoport van, a beruházási, agrár és szabadon felhasználható hitelkonstrukció. Érdemi előrelépést jelent, hogy a Primom Alapítvány Luther utcai székházában nyitja meg vállalkozásfejlesztési tanácsadó irodáját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, mely a mikro-, kis- és középvállalkozásokat fogja segíteni. Ezzel a szimbiózissal a jövőben a hatékonyabb munka érdekében komoly együttműködést alakítanak ki. A kidolgozott rendszerrel különböző rendezvényeket is terveznek megvalósítani adózási, jogi, tanácsadási, hitel és pályázati témakörökben. Nagyon örülünk annak, hogy a vállalkozások egy picit még közelebb kerültek azokhoz a lehetőségekhez és forrásokhoz, és azokhoz az eszközökhöz, amelyek úgy gondolom, hogy segítik az ő munkájukat. Nem csak itt a vármegyében, hanem nyugodtan mondhatjuk, hogy országos szinten is, hiszen azért ez más megyékben is megjelenik ez az iroda, és nagyon örülünk annak, hogy tényleg sikerült egy olyan együttműködési megállapodást kötnünk a Primommal és a Vállalkozók Országos Szövetségével, akár a Vármegyei Önkormányzat nevében is, akár a kormányhivatal, vagy éppen a város nevében, amely egy olyan együttműködési megállapodás, amely valóban pontosan azokat a célokat helyezi előtérbe, amelyek a vállalkozások szempontjából fontosak, és azokat a segítő információ áramlás biztosító lehetőségeket még közelebb és még inkább elérhetővé kívánjuk tenni, nem csak formális módon, hanem informális módon is, és ez az együttműködési megállapodásnak abszolút a része, és jól látni azt, hogy most ez most már megtestesült formában is az iroda formájában megjelenik. Ez egy lépés, de szeretnénk majd azokat a lehetőségeket, amelyek akár a Vármegyei Önkormányzatnál, akár a Primomnál megjelennek, még inkább kibővíteni és tartalommal megtölteni, amelyek az együttműködési megállapodásban természetesen benne foglaltatnak, de azt hiszem, hogy valóban az a területfejlesztési elv, az a területfejlesztési látásmód, amely akár a Vármegyei Önkormányzatnál megjelenik, az mind-mind azt a célt szolgálja, hogy itt olyan környezetet teremtsünk Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében, amelyben az itt élők, a vállalkozások, a vállalkozásokba gondolkodók, azok megtalálják azokat a lehetőségeket, amely előre tudnak lépni egyet, és ezáltal is segíteni a saját közösségüket, és természetesen ezáltal a vármegyét. Baracsi Endre kiemelte, hogy 2014-ben már volt egy megállapodás a Vármegyei Önkormányzat és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségek között, ami ennek a folyamatnak a kezdetét jelentette.
Elmondta, hogy igyekeznek tartalommal megtölteni a megállapodást és egy olyan környezetet teremteni, amivel erősíteni tudják a vállalkozói szemléletet. Akár 2 év alatt diplomához juthatnak a Nyíregyházi Egyetem azon hallgatói, akik a Nagykálói Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium óvodai nevelő technikus képzéséről kerülnek az egyetemre. Erről írtak alá együttműködési megállapodást a felsőoktatási intézmény dísztermében. Az eseményen elhangzott, az óvoda pedagógus szak már most is az egyik legnépszerűbb szak az egyetemen, ez pedig a jövőben tovább erősödhet. Alig egy hónapja jelentette be a Mátészalkai Szakképzési Centrum kancellárja, hogy hamarosan mintegy 7,5 milliárd forint értékű beruházás kezdődhet el a Nagykálói Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnáziumban, valamint a Mátészalkai Gépészeti Technikumban. A budai nagy antalos diákok számára már is újabb jó hír, hogy az intézmény együttműködési megállapodást kötött a Nyíregyházi Egyetemmel. Szabó György, az egyetem rektora úgy fogalmazott, nem csak a szakemberképzés, hanem a társadalmi szerepvállalás is fontos küldetése az egyetemnek. A mostani megállapodás az egyetem óvó és tanítóképző intézetét kapcsolja össze a nagykállói óvodai nevelő technikus képzéssel. 2023. októberében keresett meg engem a Mátészalkai Szakképzési Centrum vezetője és a Budai Nagy Antal Technikum és Kollégium igazgatónője, és azzal, hogy megkapták a hivatalos engedélyt erre az óvodanevelő technikus képzésre, és azt kérdezték tőlem, hogy milyen kedvezményes továbbtanulási lehetőséget tudnánk biztosítani az óvodai nevelő technikumot végzettek számára. Itt kezdtünk el gondolkodni, hogy akkor milyen közös programot tudnánk kidolgozni, és ez a közös program kapcsán végig tekintettük egyáltalán, hogy az óvodai nevelő technikumot végzetteknek milyen a képzési programja, ezekben milyen tantárgyak szerepelnek, és melyeket tudnánk beszámítani. Az együttműködési megállapodás lényege, hogy a Budai Nagy Antalban 2024. szeptemberétől induló óvodai nevelő technikus képzésben már a 10. osztálytól megjelennek a szakirányú tárgyak, így az innen egyetemre kerülő hallgatók hamarabb, mindössze 2 év alatt megszerezhetik az óvodapedagógus diplomát. Halkóné Rudolf Éva, a Nyíregyházi Egyetem kancellárja azt mondta, az óvodapedagógus szak már most is az egyik legnépszerűbb az egyetemre jelentkező diákok körében. Az óvó és tanítóképző intézetnek jelenleg 487 hallgatója van, ebből 323 óvodapedagógus szakon. Az elmúlt évben vettünk fel a legtöbb óvodapedagógus szakos hallgatót, nagyon-nagyon megnőtt a kereslet az óvodapedagógus szak iránt, főleg a levelező tagozaton. Tehát elsősorban a hallgatóink munka mellett vállalják a továbbtanulást. Az idén pedig most folyik az alkalmassági vizsga éppen az intézetünkben ezen a héten, és 639 hallgató jelentkezett óvodapedagógus és tanítószakra. Itt is a mai napon például én csak óvodapedagógus szakos hallgatók, tehát jelentkezőket vizsgáztattam, és többségük szintén levelező tagozatra szeretne jelentkezni. Tehát nagyon népszerű, de elsősorban mondom, a levelező tagozaton vállalják a továbbtanulási lehetőséget. Nappali tagozatra első helyes jelentkezünk 30 fő. A szakember hozzátette, a szak népszerűségében fontos szerepet játszik, hogy a pedagógusok béremelésének, valamint a 25 éven aluliak SZIA mentessége következtében egy pályakezdő óvodapedagógus ma nettó 530 ezer forint körüli bérezésre számíthat. Ugyanakkor a képzés azok körében is népszerű, akik nem terveznek hivatásszerűen gyermekekkel foglalkozni, de a munkáltatójuk elvárja valamilyen diploma meglétét, ezért levelező szakon valamely pedagógiai szakot választják. Ráadásul a diploma megszerzését egyes munkáltatók automatikusan magasabb fizetéssel jutalmazzák. Puma hármasikrek születtek a Nyíregyházi állatparkban, a Puma tenyészpár egy 5 éves nőstényből és egy 14 éves hímből áll, akiknek ez a második közös szaporulata. A kicsik már 5 hetesek, így nemrég áteshettek az első orvosi vizsgálaton. Nagyon szépen fejlődtek, nyilván figyelemmel kísérjük, a tanyától nem választjuk le. Megkapják az első vakcinájukat, illetve férekajzsit is kapnak. 2220 gram az első. Földökük nagyon szépen befolt, és ő is egy hím egyed lesz. Ő is egy nagyon szépen fejlett pár. És ő is egy hím. Úgyhogy mind a három hím.
Nagy az érdeklődés iránta, másfél hétig pedig még lehet jelentkezni a Magyar Honvédség acélkocka altisztképző programjára. A 10 hónapig tartó elméleti és gyakorlati képzés augusztus végén kezdődik Szentendrén. Az avatott altisztek közvetítő szerepet töltenek majd be a tisztek és a legénységi állomány között. A Honvédség 18 évnél idősebb fiatalok jelentkezését várja, ezt országszerte a toborzó irodákban tehetik meg az érdeklődők június 17-éig. Miután a honvédelmi és haderő fejlesztési program részeként folyamatosan érkeznek a legmodernebb haditechnikai eszközök Magyarországra, a honvédeknek manapság ezeket biztos kézzel működtetniük kell. Ehhez minél több 21. századi tudással rendelkező fiatalra van szükség. Ezt a létszámot hivatott növelni a Magyar Honvédség acélkocka altiszt képző programja, amelyet augusztus 26-án indítanak Szentendrén. A jelentkezés vármegyénkben is folyamatos. A célja a Magyar Honvédség vezetésének, hogy olyan nemzetközi szinten is jól képzett altisztek alkossák a honvédség gerincét, akik képesek a tisztek, illetve a legénységi állomány között kvázi egy ilyen közvetítő csatornaként működni. Ugye a tiszteknek vannak bizonyos elképzeléseik, utasításaik, és ez gyakorlatilag az altiszti állomány váltja készpénzre. Gyakorlatilag híd a tisztek és a közkatonák között. És tulajdonképpen már most is egy nagyon képzett állományról van szó, de ugye folyamatosan fejlődik a világ, egyre modernebb haditechnikai eszközök érkeznek a Magyar Honvédségbe is, és igazából ez hívta életre ezt a programot néhány évvel ezelőtt, és azóta is nagyon nagy sikerrel működik. A program összesen 10 hónapig tart, ez 8-10 hetes alapkiképzéssel indul, majd 14 hét altiszti alapfelkészítést követően 20-25 hét szakmai felkészítés következik. Ez alatt már célzottan azokra a feladatokra fókuszálnak, amelyre az adott személynek a jövőre nézve szüksége van. Fontos, hogy a képzésben résztvevők ez idő alatt havi 537 ezer forintos bruttó fizetésben és egyéb juttatásokban részesülnek. Gyerekkorom óta bennem van ez a motiváció, hogy a katonaságot válasszam, ez ugye sikerült. Ezen felül igazából a tanáraim és az iskola, ahova jártam, a középiskola motivált erre az egészre. Több hírplatformon is láttam ezt az acélkocka képzést, többen is említették nekem, és úgy gondoltam, hogy ez a nekem való hely, és jelenleg is tagja vagyok ennek a képzésnek. Hol tart most a képzése? Jelenleg a szakmai képzésnek a 16. heténél tartok, ugye 24 hetes a szakmai képzés, tehát nem sokára vége van. Júliusban fog megtörténni az avatásom, és avatást követően pedig Debrecenben leszek elhelyezve a Bornemisza Gergely felderítő ezred csapat felderítő századánál. Jelentkezni június 17-éig lehet az ország valamennyi toborzó irodájánál. Ezt az érdeklődők Nyíregyházán a Dózsa György utca 29 szám alatt találják. Az alsó korhatár 18 év, felső korhatár pedig nincs. A program azonban elsősorban a fiatalokat célozza meg, így ugyanis nagyobb eséllyel futható be nagyobb karrierív. Az országos politika befolyása nélkül a helyi ügyekkel kívánt foglalkozni a baloldali kör Nyíregyházán. A helyi párt polgármester jelöltje sajtótájékoztatóján kiemelte, kizárólag a város érdekei vezérlik őket, többek között a város fejlesztése, az oktatás anomáliáinak megszüntetése, a közösségi közlekedés rendbetétele, az idős gondozás, az egészségügy és az infrastruktúrális fejlesztések. A baloldali kör egy Nyíregyházán nyíregyházi emberekből, nyíregyházi emberek által létrehozott párt, amely ilyen értelemben nem kötődik az országos politikához, csupán helyi ügyekkel kívánunk foglalkozni, és pont ez jelenti az egyediségét, pont ez jelenti azt a fajta küldetést, amit mi megkívánunk jeleníteni a városi közgyűlésben. Nem akarunk kiszolgálni budapesti politikai érdekeket, nem akarunk budapesti politikai elvárásokat teljesíteni. Nekünk nem kell 4-5-6 párttal egyeztetni annak érdekében, hogy milyen álláspontot alakítsunk ki egy-egy döntéselőkészítés kapcsán. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden olyan ügyben, ami a városlakók érdekeit szolgálja, mi a városlakók érdekei mentén tudunk majd dönteni is. Thank you.
Kimagasló kressztudás, összehangolt csapatmunka és átlagon felüli egyensúlyérzék, ezekre volt főként szükség a 14. alkalommal megrendezett Bicajri Csaj versenyen. Az általános iskolásoknak szóló viadal döntőjében 9 csapat vett részt, többek között Nyíregyházáról, Debrecenből és Kiskunfélegyházáról. Több forduló előzte meg idén is a kerékpáros közlekedés biztonsági versenyt, vagyis a Bicajri Csaj döntőjét. A kressztudás mellett a fiatalok kreativitására is szükség volt. Az első forduló egy projektfeladat, ahol egy rövid videót, lehetőleg TikTok videót kellett készíteni, de egy YouTube videó vagy bármilyen más videó is jó volt, meg közlekedésbiztonsági szakterületet kellett, hogy bemutasson, valamiféle közlekedésbiztonsági üzenete kellett lenni ennek a videónak. Nagyon ügyesek voltak a gyerekek, itt még nagyon sok versenyző volt, majd a második fordulóban egy kereszttesztet kellett online kitölteni, hát itt már többen véreztek el, majd a legjobb 10 csapat kerülhetett be a döntőbe is vehet részt itt ezen élőben is ezen a versenyen. A betegségek miatt azonban csak 9 csapat tudott részt venni a döntőn. A Kiskunfélegyházi diákok rendszeresen kvalifikálják magukat a döntőbe, idén sem volt ez másképp. Ők a tanórákat is felhasználták arra, hogy saját pályát építsenek és ott gyakoroljanak. A felkészültség látható is volt. Nem volt sok hibám, hát igazából csak mentem rajta, és nehéz volt, hogy egyensúly, meg ilyenek. Egyszer letettem a lábamat, és igazából annyi volt, ez sem. Egyensúly az egész. Nem mindenkinek ment jól, de a kétnapos döntő célja elsősorban az volt, hogy jól érezzék magukat a fiatalok, hiszen akik idáig eljutnak, már komoly tudással rendelkeznek. Akik ide bekerültek, azok tisztában vannak a szabályokkal. Azt kell, hogy mondjam, sokkal jobban, mint sok olyan ember, aki gépjárművet vezet. Tehát ezektől a gyerekektől, legalábbis a nagy részüktől tanulni lehet. Van azért közöttük most olyan versenyző is, aki 1 vagy 2 hete jutott ki nemzetközi közlekedésbiztonsági versenyre. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a gyerekek felkészülés terén sokkal jobban előre tartanak, mint egy átlag autós. Tehát nem tudok olyat mondani, amiből ők ne lennének otthon. Nekünk kell megtalálni és tapogatni azokat a pontokat, amikből mi versenyt tudunk csinálni, és meg tudjuk határozni a helyezéseket. Nem véletlen, hogy van olyan feladat is, ami nem véresen komoly, tehát valamilyen úton, módon majd dönteni kell, például a vízibiciklis versenyfeladat. Nyilván arról szól, hogy ha nagyon ügyes valaki mindenféle kressz kérdésben, akkor is egy helyezést tudjunk meghatározni, meg ami a még fontosabb ettől, hogy jól érezzék magukat. A kétnapos verseny végén az Abonyi Veszélyes Elemek csapata nyerte meg a 11. Bicajri Csaj döntőjét. Ismét olcsóbb lesz a tankolás péntektől, számolt be róla a holtankoljak.hu. Az üzemanyagár figyelő blog szerint újra változnak a hazai üzemanyagárak, a benzin és a gázolaj esetében is 5-5 forintos árcsökkenésről döntöttek a nagykereskedők. Miután ez az áresés várhatóan az üzemanyag kiskereskedelemben is megjelenik, így a következő átlagárakra számíthatnak a jármű tulajdonosok a hét utolsó munkanapjától. A 95-ös benzin átlagos literára 592 forint, a gázolaj 598 forint lesz. Harmadik helyen zárta a Torma Ágnes U20-as bajnokságot a Nyíregyházi Sportcentrum lány röplabda csapata. Erdősné Balog Erika együttesen 4 mérkőzésből 3-at megnyert, utolsóként a bronz mérkőzésen 3-0-ra múlta felül a Békés Csabát a Nyíregyháza. Az aranyérmet az Újpest szerezte meg az MTK előtt. Az ország 6 legjobb U20-as lány röplabda csapata lépett pályára Nyíregyházán. A hazaiak 24 győzelemmel és 2 vereséggel kerültek a döntőbe, ahol a csoportmeccsek során az MTK-val és a Békés Csabával mérték összetudásukat. A riválisoknál már szerepet kaptak a korábban nem játszó extraligás játékosok is. Pénteken játszottunk első körbe az MTK, délelőtt az MTK csapatával, ott szoros mérkőzést játszottunk, 3-1-re sikerült nyernünk, majd délután pedig a Békés Csaba csapata következett, ahol 0-2-ről tudtuk megfordítani, és sikerült 3-2 arányban győznünk. Így csoport elsőként ugye már 4 között voltunk, és akkor szombaton este, 7 órakor az utolsó mérkőzést játszottuk a további elődöntőbe jutott csapattal, aki ismét az MTK lett,
és azon a meccsen sajnos nem sikerült megismételni a pénteki teljesítményünket. Nagyon görcsösen akartuk ezt a győzelmet, végül 3-1-re kikaptunk az MTK-tól. A harmadik helyről döntő mérkőzésen ismét a Békés Csaba ellen lépett pályára Erdősné Balog Erika együttese. Először én egy kicsit féltem tőle, hogy ez az elődöntőnek az elvesztése rányomja a bélyegét a lányok teljesítményére, de nem, mert hál' Istennek nagyon összeszedetten, nagyon szép játékkal sikerült 3-0-ra legyőzni a Békés Csabát, és így amilyenk lett a bronzérem. Összességében elégedett vagyok, persze az ember mindig gondol arra, hogy ha, a sportban nincs ha. Ugye ez is egy tanulási, ahogy mondta Pampuk Csaba kollégám, ez is egy tanulási folyamat, meg kell tanulnunk nekünk is azt, hogy ha elődöntőbe vagyunk, akkor hogy kell készülni, ha újra játszunk egy olyan csapattal, akit már megvertünk, azt hogy kell még egyszer újra megvenni, amit sikerült ugye a Békés Csaba ellen, mert gyakorlatilag itt a hétvégén itt mi csak az MTK-val és a Békés Csabával kerültünk össze, és egyértelműen a mi csoportunk volt a sokkal erősebb, hiszen a második, harmadik és negyedik helyezett csapat is innen ebből a csoportból került ki. A döntőben az Újpest 3-0-ra legyőzte az MTK-t, és ezzel megszerezte a bajnoki címet. A torna legjobban védekező játékosának, a nyíregyházi Farkas Grétát, a legtechnikásabb játékosnak csapattársát, Rufin Martinez Liliant választották meg a szakemberek. A legjobb hazai játékos címet megosztva Pampuk Gréta és Tolna Janka kapta. A nyíregyháziak közül öten a hétvégén ott lesznek a budapesti U17-es bajnoki döntőben pályára lépő csapatban, amelyet szintén Erdősné Balog Erika irányít majd. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Együttműködési megállapodást írt alá a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegyei Önkormányzat, Nyíregyháza Önkormányzata, a Vármegyei Kormányhivatal és a Primum Alapítvány. A megállapodás célja, hogy a kölcsönös együttműködés keretében még hatékonyabbá tegyék a vármegye gazdaság és vállalkozás fejlesztéseit. A jövőben a Primum Alapítvány ad helyet a Vállalkozás Fejlesztési Tanácsadó Irodának, valamint elkezdi a Széchenyi kártya forgalmazását. A Nyíregyházi Egyetemre jelentkező körében az óvoda pedagógus képzés az egyik legnépszerűbb, a hallgatók többsége pedig levelező képzésben szeretne lediplomázni. A Budai Nagy Antal Technikum és a Nyíregyházi Egyetem között olyan együttműködési megállapodás született, amelynek értelmében az egyetem elfogadja a szakirányú tárgyak elvégzéséről szóló bizonyítványt, így mindössze 2 év alatt diplomát szerezhetnek a Budai Nagy Antalból érkező óvoda pedagógus hallgatók. A nagykállói intézményben a 2024-25-ös tanévtől kezdődhet meg az óvoda nevelőképzés. Még másfél hétig lehet jelentkezni a Magyar Honvédség acélkocka altisztképző programjára. A 10 hónapos képzésre a 18 évnél idősebb fiatalokat várják. Az avatott altisztek közvetítő szerepet töltenek majd be a tisztek és a legénységi állomány között. A képzés augusztus végén kezdődik Szentendrén. Június 6-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták. Nem sokára jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken délelőtt északkeleten még lehetnek elszórtan záporok, zivatargócok, a nap első felében a nyugati szél is megélénkülhet. Délután füllett meleg idő várható, de országszerte mérsékelt felhősödések zavarják meg időről időre a napsütést. A hőmérséklet maximumai napközben 27 és 30 fok között alakulnak.